A 11. van beleszólásod parlamenti ifjúsági napon 300 fiatal vett részt az ország 10 iskolájából. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően a Szent Anna és Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium tanulói is ott lehettek a parlamentben Gyermán János Tamás oktatóval. Az Európai Parlament hirdetett meg egy versenyt, amely igazából arról szólt, hogy a parlamenti ifjúság megismerje az országgyűlés tagintézményét, ahol a legfontosabb törvényeket hozzák, megismerik a képviselők szokásait, munkafolyamatát, illetve mi egy műhely munkában is részt vehettünk a fiatalokkal. Ez egy felhívás volt, konkrétan a parlamenti ifjúsági nap címen volt a felhívás, amelyre mi pályáztunk, és ez örömmel töltötte bennünket, mert mint a utólag megtudtuk, egy 30 pályázó küldte be 30 intézmény országosan, és a legjobb 10 került be, és mi is bekerülhettünk erre a vetélkedőre. A rendezvény célja az volt, hogy a diákok megismerjék a törvényhozás helyszínét és a demokrácia alapintézményét, az országgyűlést. A program lehetőség teremtett a diákok és a politikai döntéshozók közötti párbeszéd létrehozására. A délelőtt folyamán találkozhatunk itt a képviselőkkel, Győri Erika országos európai parlamenti képviselővel, vagy Hiller István úrral, aki szintén képviselő, és neki kérdéseket is tehetünk fel. A műhely munkában mi egy projektmunkát készítettünk az iskolával, amely tulajdonképpen a környezettudatosságról szólt. Elsősorban a környezettudatosság berkein belül a zöld projekt volt a mi feladatunk, amely konkrétan arról szólt, hogy hogyan is őrizzük meg környezetünk egészségét, ugyanis iskolánk 2017 óta a ökoiskola címet tartja, és ez nagyon fontos, tehát az egészséges környezet. A feladatok abból álltak igazából, hogy minden hónapban ki kellett találni egy feladatot, hogy hogyan próbáljuk megóvni környezetünk egészségét. A diákok képviselőjének, Bencének is nagyon tetszett a program. Engem mindig is érdekelt a történelem, ennek főleg családi okai vannak. Rengeteget hallgattam dédapámat, miközben mesélte az ő életének a történetét, és megfogott, valahogy bevonzott mindig is, és szerintem mindent ered az érdeklődésem. Először járt a parlamentben, ahol hazánk törvényei születnek. Tetszett neki a közösen kidolgozott projektben való részvétel és az EU-val kapcsolatos ismeretek is, amit az EP képviselőktől hallhattak. Nekem Győri Erika, európai parlamenti képviselő asszonynak volt lehetőségem feltenni a kérdést, és én abban a témában kérdeztem, hogy mit tesz az Európai Unió az orosz-ukrán háború kapcsán, illetve a menekültekkel, hogy foglalkozik. Nagyon korrekt volt képviselőasszony válasza, és ami külön örömöt jelentett nekem, hogy borzasztóan, objektívan álltak hozzánk, fiatalokhoz, politikai szemlélet nélkül mindenki meg tudott szólalni, tehát mindenféleképpen egy nagy élmény és egy pozitívum volt.